Kivételes államfőnek és igaz magyar hazafinak nevezte egy megemlékezésen Horthy Miklóst Lázár János. El Simon László szerint a minisztert vélhetően elragadta a hív. A zsidó szervezetek azonban tiltakoznak a kijelentés miatt. Köves Lomót kérdezzük. Az EMI vezető rabia, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt volt egy beszélgetés két hete, nagyjából két hete a Mazsihisz vezetőivel, ahol felmerült az EMI szerepe, neve, működése. Az én részemről is, mert én például felvetettem azt, hogy amikor a zsidó közösség felháborodottan hallgatja Lázár János Horthyt mosdató mondatait, akkor az EMI miért nem szólal meg? Miért csak a Mazsihisz érzi úgy, hogy a zsidó közösség nevében fel kell emelni a szavát? Szerintem tévesek az információi, szerkesztő úr. Simán lehet. Én szerintem 3 vagy 4 héttel ezelőtt, talán egy pár nappal a inkriminált Lázár János megszólalás előtt éppen írtam egy viszonylag hosszú publicisztikát az Indexre, ami pontosan arról szólt, hogy Horthy Miklósnak a mind a két világháború közötti szerepe miatt, mint pedig különösen a 1944-es deportálásokban betöltött szerepe miatt nem lehet beszélni a rehabilitálásáról, és arról pedig, hogy egy példaképként felmutatott államférfi lenne, pedig pláne, hogy nem lehet beszélni. Lázár János szinte erre válaszolt? Hát azt nem tudom, megmondom őszintén, azt nem tudom, de különben szerintem ez a kijelentés a magyar kormány, bár ez nyilván nem tisztem, de amennyire ezt követtem a magyar kormánynak a hivatalos álláspontjával is szemben megy, hiszen ha jól emlékszem, éppen a Netanyahu látogatás során mondta a magyar miniszterelnök azt, hogy Horthy Miklós német kollaboránsként és egy olyan emberként, aki nek része volt a 435 ezer magyar zsidó haláltáborokba deportása véghezvitelében, az nem lehet. Hát büszke antiszemita volt, mint ezt több levélben. Azt azért sajnos érdemes hozzátenni, hogy ebben az időszakban kevés olyan magyar politikus volt, aki valamilyen szinten ne lett volna antiszemita. Úgyhogy ilyen értelemben azért nem könnyű a 20. századi magyar történelmet megdolgozni. Ott példaképeket, és példaképeket találni. Na, a másik téma pedig az volt, hogy van a két felekezet között egy úgy látszik meglehetősen éles hangvételű vita. A Mazsihisz és az EMI nem ugyanazt a szekeret látszik tolni. A Mazsihisz azt állítja, az EMI teret akar foglalni, vagyont akar szerezni, és mások kárára cselekszik. Én azt gondolom, én kicsit máshonnan közelíteném ezt. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően két identitás minta, vagy két identitás modell van. Az egyik modell az az, hogy van egy szerep, amit a tragikus történelem részben pedig különböző hatalmi érdekek a zsidóságra osztanak a magyar nyilvánosságban az elmúlt 70-80 évben. Ezt a szerepet vállaljuk-e föl mi, magyar zsidók a nyilvánosságban. Ez a szerep pedig az, tulajdonképpen az 50-es évek óta, amióta a Mazsihisz létezik, ez 1950-es évek óta, hogy a nyilvánosságban az a szerep osztatik a hivatalos zsidóknak, hogy minél többször mondják el, hogy a fasizmus milyen veszélyes, és hogy a fasizmus áldozataiként álljanak ki, és mondják el, hogy mi vagyunk a fasizmus áldozatai. Ez az egyik lehetséges szerep. A másik lehetséges modell, amit én jobbnak tartok, az az, hogy a zsidóság ne egy rátukmált és a történelmi tragédiai által ráosztott szerepet, hanem saját maga által vállalt, a saját értékeit megjelenítő és újjáépítő szerepet vállaljon, és hogyha van valami, ami éppen a holokauszt mártírjainak emlékét méltó módon meg tudja tisztelni, az éppen az, hogyha újjáépítjük azt, amit azok leromboltak, akik elpusztították szüleinket, nagyszüleinket. Most így érzi, hogy az ő kárukra teszik, az egy rossz érzület? Éves? Én gondolom, hogy a Mazsihisz vezetőiben mindenféle érzés lehet, mert az biztosan látszik, hogy az a modell, amelyet a Mazsihisz különben az összes vezetője révén tulajdonképpen az elmúlt 70 évben követ, annak arra felhajtó ereje nincsen, hogy egy élő zsidó közösséget teremtsen és építsen. Az önmagában, hogy nagyon sokszor elmondjuk azt, hogy kik tehetnek arról, hogy a nagyszüleinket, dédszüleinket, szüleinket kegyetlenül meggyilkolták, attól még nem lesz zsidó közösség, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek az embereknek a leszármazottainak a többségét még el is távolítja, és nem mutat nekik egy olyan identitásmodellt, amihez úgy éreznék, hogy érdemes csatlakozni, mert valamit az ő életükhöz hozzátesz. Én azt gondolom, hogy a zsidóságnak vannak olyan évezredes értékei, amelyek
a zsidók számára mindenképp értékesek, és amúgy a többségi társadalom számára is felmutathatóak, mint valamilyen olyan pozitív érték, amiköré lehet és érdemes közösséget építeni. Én így nézek erre a kérdésre. Én pedig örülök, hogy az emmi álláspontját képviselte itt a műsorban. Köves Lomó, köszönöm szépen.